Sziasztok, jó napot kívánok! Az M3 autóparkban vagyunk, mint ahogy azt ti látjátok. Az Oknifej Peti vagyok, és egy Renault Clio-t fogok nektek megmutatni. Itt a hátuljánál kezdhetnénk ezt a bemutatót. Ez egy ötajtós autó, rendfegyelem és tisztaság van a csomagtérben, és a kötelező tartozékai benne a kis ládikóban, és egy nagyon szép kis kalaptartó, ami nincs kifurkálva. Fekete színű autónk van, ez 2006-os itthoni magyarországi autó, egy gazdás, és nagyon szép és újszerű állapotban van. Nézzük meg az autó belsejét, hogy mit találunk itt hátul. Én amit néztem, és nagyon szép a kárpitozása, és hátul fejtámlák, és nem csak fejtámlák vannak az utasoknak, hanem légzsákok is vannak a fejnél, tehát a hátsó utasunkra is gondoltak a Renault-éknál. Oldallégzsákok az első utasnak, illetve ugye a vezető kormányban és jobb oldalon is van légzsák, ezen kívül még van itt még nekünk légzsák. Összesen 8 darabot találtam benne, fejnél is szintén. Na, nézzük meg a kilométer óra állást. 43.569. Elájulok. Szerencsétlen az Oknifej Peti el is ájult, úgyhogy már csak nekem kell befejeznem ezt a mondát. Úgyhogy a lényeg az benne, hogy egy nagyon szép állapotú, újszerű kocsi, sok légzsákkal, gyári klímával, CD-vel, bordkompúterrel, külső hőmérsékletmérővel, egy eredeti gyári kulcsokkal, gyönyörű kormánnyal, mint ahogy azt látni tetszenek. Elektromos tükrök és ablakok vannak ugye az utasnak, és még egy motortér vizsgálatot még azért megpróbálok megoldani. Kicsit nehézkes a dolog, de ezért megoldottuk ezt a dolgot. Tehát így néz ki a motorterünk, a ABS-ünk a bal sarokban. Rendfegyelem, tisztaság és nagyon csendes járású kis Renault motor. 1-2-es benzines, és ez 75 lóerős. No, hát ez lenne a kis Renault Clio-nk, amit sok szeretettel szeretnénk bemutatni. Jöjjenek el hozzánk, nézzék meg személyesen, és élesszék újra az Oknifej Petit, mert nekem sajnos most nem sikerült. A viszontlátásra!